kicsikét már meg is tanultak meg. Most ezen mosolyognak, de ha arra gondolnak, hogy ezen nő fel, nőtt fel három nemzedék, csak az legutóbbi időben, és amíg ehhez hozzáveszik azt, hogy 1984-ben végre a se nem magyar, se nem tudományos, se nem akadémia, Magyar Tudományos Akadémia végre elszánta magát, hogy megjelenteti Erdély történetét a vadmarxista Köpeci Béla parancsnoksága alatt, három kötetbe, talán találkoztak véle, több ezer oldalba, és ennek a három kötetes, több ezer oldalas Erdély történetiből négy, azaz négy oldal foglalkozik a székely eredetével, leszögezve minden vitát, mellőzendően kinyilatkoztatva, hogy a székelyek idegen eredetű csatlakozott négy, akiket a magyar királyok, lévén, hogy másra nem is nagyon tudtak használni, széttelepítettek a határok mentén, hogy mint határőrök szolgáljanak ugye a magyar királyságnak. És ennek a nem a nyomai, hanem szinte szóról szóra való rövidített változata jelenik meg, amint mondottam ebben az Egyed Ákos féle könyvben is. Ugye mondanom, azt hiszem, nem kell nem szakemberek számára is teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar nyelv, amely szintén azért hadd jegyezzem meg, hogy a finnugor származás elmélet kapcsán rendkívül rangját vesztett, hogy vált az a nyelv, amely a világ nyelvek közül a nyelvészeti kutatások, a legkorszerűbb nyelvészeti kutatások szerint is a jellemzői alapján a nyolc ősnyelv egyikének számít. Azon nyelv ősnyelvek egyikének, amelynek a ragozó mi volt az agglutináló rendszere teljes egészében, ugye mondanom se kell, hiszen ez triviális, még egy óvodás számára is, eltér az Európát benépesítő, és nagyon fontos körülmény, minket teljes mértékben körülvevő és körülzáró indoeurópai vagy árja népektől az ő hajlító vagy flektáló nyelveikkel, bármelyikre gondolnak, az latin, új latin, germán, szláv népek tengerére, hiszen ez veszi körül ugye a Kárpát-medencét is, most a keletebbi területekről ne is szóljunk. És ennek a nyelvi világnak ugye a jellemzését tekintve egy Arany Jánosunknak a segítségét hívva a magyar nyelvnek a csak a szókincs állományát nézve ennek az úgynevezett szógyökök és szóbokrokból csodálatos szinte utánozhatatlan gazdasági nyelv teljes szókincs állományát Arany János 1,5 millióra becsülte, és ennek a nyelvnek azt hiszem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a legősibb és legszebb művelői, őrzői és gyakorlói a széke. Tehát itt áll előttünk először egy nyelvi, hihetetlen ellenmondás, amelyben ennek a legnagyobb kincsünknek, ennek az ősnyelvi, hihetetlen gazdagságú, amelynek a pusztulása most egy más kérdés, az most nem témája ennek a beszélgetésnek, hihetetlen sok rombásnak vagyunk a tanulói, ennek a művelői, őrzői és mindmáig is olyan archaikus megjelenítői, gondoljunk csak most a
mindenféle román hatások ellenére a moldvai csángókra, akiknek a nyelve, én ugyan régész ember vagyok, de nem akarom beleütni az orromat olyan nyelvészeti kérdésekbe, amelyért megpirongathatnak, de azért annyit mégis megmondhat az ember, hogy sok-sok olvasmánya alapján, hogy a moldvai csángók nyelvezete igen erősen sejteti, hogy a, mondjuk egy ezred évvel ezelőtt, hogy hangozhatott a magyar nyelv, annak minden szépségével. De hogyha a Kárpátok koszorúján belüli térséget nézzük, akkor is azt kell megállapítanunk, amit az előbb mondottam, hogy a székelyek képviselik a magyar nyelv legszebb, legősibb, legarhaikusabb hát változatának a mindennapi gyakorlatát. Ez az első nagy elem. A második ugye az, hogy mind a mai napig, amikor már igazán a történeti ismeretek, hogy finoman fejezem ki magam, szerények kiváltak általánosságban, a székelyek esetében mind a mai napig, bár legyen akármilyen foglalkozású, azt szeretik vallani. Ha csak meg nincsenek félemlítve, vagy ki nincsenek csúfolva, hogy ő igenis Attila Hun nagy király leszármazottai. Tehát van egy nyelvi élő örökség, és van egy tudati hitbéli örökség, amely csak első pillanatra kishorderei. Mert szoktam mondani, hogy a történettudomány forrásai között rendkívül jelentőségű az írott források, a tárgyi források, ide tartozik a régészet, az embert a vonatkozásaiban, minden tárgyi emlék, a hagyományok és a nyelv mellett legalább ilyen fontos az a körülmény, hogy mit hiszünk magunkénak, mit vallunk a magunkénak, tehát hogy ilyen értelemben a hit is a történelmi forrás kategóriába tartozik. Most nem kifejezetten az Istenre gondolok, hanem arra, hogy mit vallok magaménak. Tehát ebben a vonatkozásban említettem, hogy az Attila király leszármazottainak vallják magukat. Tehát itt most két nagyon súlyos ellentmondásra lehetünk ugye a tanúi, és nyilvánvaló kell legyen mindenki számára, hogyha csak ebbe a két ellentmondásba belegondolnak, hogy az elmúlt 150 esztendőben valami hihetetlen nagy méltánytalanság történt a székelyeknek. Részben talán a tanástalanság okán, de azt hiszem, hogy ez kevés volna, hanem nagyon súlyosan belejátszik az a körülmény, amely az egész magyarsággal kapcsolatosan elmondható, amit a költőink úgy fogalmaztak meg, hogy minket itten nem szeretnek. Ez bizony így van, a kezdetektől így van, tehát amikor ennek a nyomára akarunk bukkanni, vagy nyomozni kívánjuk, akkor ezt tulajdonképpen abból kell kiindulni, hogy most egy picit tömörebben foglaljam össze, hogy ez az európai térség kellős közepén elhelyezkedik Kárpát-medence, amely, mint mondottam az elég, egy indoeurópai árja-tenger kellős közepén áll a kezdetektől. Ez legalábbis attól az időtől kezdve, ahogy az írott történeti források és a régészeti anyag és a nyelvészet úgynevezett helynémi történeti vallomásai rendelkezésünkre állnak, nyilvánvaló, hogy a
a szkíta, hunavar, magyar népek birtokába került Kárpát-medence, amely földrajzilag egy 340 ezer négyzetkilométeres térség, a nagy 10 milliós Európához képest tulajdonképpen kis történeti térségnek is nevezhetnénk, de egy teljesen, ahogy mondani szokták, szintén egy költői kifejezést vegye most a számra, egy Isten alkotta természeti egység, egy csodálatos világ. Úgy is lehet mondani, hogy ezen belül pedig az Erdély még külön egy teljesen magában álló sajátságos világ, amelyből a minket most érdeklő Székelyföld, tehát a tulajdonképpeni Erdély a köztudattal ellentétben, ugye, mint önök is kiválóan tudnak, de azért a rendkedvéért. Megemlítem, hogy a diktátumokkal, az ellenünk uszulás következtében 1918 után elvett 103 ezer négyzetkilométer, ami Romániához került, ami igazán a nemzetközi magyar gyűlölet, nemzetközi arcátlanságának talán a legnagyobb csúcsa, hogy 93 ezer négyzetkilométert hagynak a Kárpáthoz a magyarságának, és csak az keletfelé eladományozott térség ennek is lényegesen nagyobb. Tehát a 103 ezer négyzetkilométerhez képest tulajdonképpen a valóságos Erdély történeti földrajzi értelemben 29 ezer négyzetkilométeres, hiszen a részek, a partium, az a nagy magyar alföld szerves része. Ez nagyon fontos körülmény, mert a nagy magyar alföld, amely önmagában 100 ezer négyzetkilométer, a tengerszint felett 100 méter magasságú általánosságban, míg a 29 ezer négyzetkilométeres Erdélyi medence 400 méter feletti tengerszint feletti magasságú, illetőleg ezt a területet veszi körbe, ha Dévintől elindulunk is, jutunk le Brassó felé, egy 1500 kilométeres Kárpát-koszorú, amely hát az átlagosan az 1000-2000 méter magasságú csúcsokkal rendelkező, önmagában is egy csodálatos természeti táj, mint ahogy ezt mindannyian tudjuk, és nem is tudjuk megállni, főleg mi, akik kirekesztettek lettünk ugye a Kárpát-hazának ugye a legértékesebb részeiből, és csak a mag térségnek ugye egy részét nevezhetjük most országunknak. Ez különösen szívenütő, hiszen éppen most is, hogy ide a Gyergyóba érkeztem, a nyugat-magyarországi Sopronból indultam el, és ez ugye 1000 kilométernyi távolság, és ezt végig autózva és látni, és majd Erdélybe érve látni, a Partiumba, illetve Erdélybe érve látni ezeket a tájakat, hogy ez mind-mind a miénk volt, és mind-mind eljátszottuk, mert valljuk meg, nagyon bűnösek vagyunk benne, hogy így alakult. Ezt nagyon nehéz szavakba önteni, de hát térjünk vissza az alapkérdésünkhöz. Tehát azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medence, vagy úgy tetszik a Kárpát-haza önmagában is, és ezen belül Erdély kétségtelenül egy magában álló, csodálatos tájegység, úgy mondhatnám, hogy egy történeti földrajzi csoda, egy történeti földrajzi teljesség, amely Európában teljesen magában álló páratlan. Tehát nem hiszem, hogy ez egy irodalmi fellegzőség vagy túlzás volna, hiszen ennek a tényét ugye, mind a mai napig könnyedén tudjuk ellenőrizni. Most ezen belül, ha ezt figyelembe vettük is, mindazt, amit eddig elmondtam, akkor ezek a sajátosságok, amit a
két fő ellentmondás kapcsán mondtam, már önmagában elég volna,